Kedves nézőink, sportos percek következnek itt a Bolyvási Televízióban. Találós kérdéssel kezdem, mi az? Száguld, mint a gepárd, repül, mint a sas. Úgyse találnák ki, Varjú Vilmosról beszélek, aki hosszú távon fut rendszeresen, és hát szoktuk látni fönn a levegőben. Bár egy kis pontnak az esetek nagy többségében jó magassal van, de ha közelebb jön, akkor lehet látni, hogy egy siklóernyővel, egy motoros siklóernyővel szágult. Ő a mi kis sportemberünk, innen a térségből. Vili, köszöntelek a stúdiónkba, szervusz! Én is köszönöm a meghívást. Úgy tudom, hogy a mai napod már reggel 6-kor kezdődött, pontosan reggel 6-tól délig te ma már futottál, mert hogy nem egy nagy megmérettetésre készült. Hát belegondolni is, hogy az ember 6 órát tölt az aszfalton, és csak darálja kilométereket, ez már lefáraszt gondolkodásban, és nem már végigcsinálni. Te hogy bírod? Hát edzés kérdése. Most egy nagyon nagy dologra készülök. Május 28-án lesz a Nemzetközi Ultra Balaton, ahova én beneveztem egyéni indulóként, ami azt jelenti, hogy 220 kilométeres a Balatonnak a körbefutása, és ezt szeretném megcsinálni, illetve csinálom meg. Hát le a kalappal azok előtt, akik egyáltalán körbe biciklizik, mert hogy nem, ennek szép hagyománya van itt Bolyban és a térségben, többen ezt már megtették. Hát nem tudom, hányan futották körbe, de hát ha te ezt egyszer már megtetted, akkor az a kalap az már emelkedik is. Igen, most december 4-én volt egy első próbálkozás, egy pesti egyesület szervezésében, már azt hiszem 4. alkalommal szervezték, és ebbe elmentünk, és hát megpróbáltuk, hogy mire vagyunk képesek, és hát meglepetés szerűen ért engem is a dolog, bár úgy mentünk, hogy végigfutjuk, nekem sikerült már akkor körbefutni, és ekkor éreztem, hogy egy hivatalos szervezésbe is jó lenne ott lenni, és ennek az ideje most május 28-a lesz. Hogy van benned ez a kitartás? Te erre születtél? Hogy hát nem hiszem, bár nem tudom. Adottság azért kell hozzá, ugye? Valószínű egy ilyen születési adottság szükséges hozzá, bennem úgy látszik ez alapból megvan. A másik, ami nagyon fontos, hogy akkora motivációt érzek egy ilyen kihívásba, ami elég erőt ad ahhoz, hogy én erre képes legyek felkészülni. Tehát, hogyha nem lenne ilyen cél, mondjuk egy Balaton körbefutni, azt hiszem elég komoly dolog ahhoz. Persze érzem, ismerem magam annyira, hogy tudom, hogy képes vagyok rá, feltételezem, és hát erre elkezdek felkészülni. És akkora motivációt ad, ami egyszerűen magam is sokszor elképedek, hogy mit tud az ember kihozni magából. Én is futok, de persze kisebb távokon, és ezt a kis távot, amikor naponta megteszem, úgy érzem, hogy meghalok a végére, tehát az utolsó méterek már olyanok. Utána persze az ember nap végéhez érve pihen egy nagyot, és a másik napon pedig újra már arra gondol, hogy megéljön a futás. Gondolom, te is így vagy veled, csak nagyba, tehát amíg én 3-4 kilométerekbe gondolkodok, akkor te 30-40 kilométerekbe, ugye? Hát most már két, azt hiszem harmadik évvel, hogy én elkezdtem futni, jó két és pár hónap. Az első időszakban nálam ugyanezek voltak az észrevételek. Elkezdtem futni, átbillentem egy holdponton, és úgy éreztem, na jó, akkor én most elkezdek futni. Lefutottam két villany oszlopnyi távolságot, majd kiköptem a tüdőm, hátra néztem, hogy ki jön, mert azt hallottam, hogy fütyül a tüdő, azt hittem, hogy valaki fütyül utánam, nem, ez a saját tüdőm volt, és ugyanaz az zajlott le bennem is, mint bárki másba, hogy elkezdtem futni, nem voltak nagy célok, csak az, hogy hát, kéne mozogni egy kicsit a súlyom, meg fizikumom jöjjön kicsit helyre, és pár hétig ment ez a dolog, utána abba maradt. Akkor egy hónap múlva megint elkezdtem, megint abba maradt. És az igazi áttörést azt hozta, hogy találkoztam egy olyan illetővel, aki megcsinálta már az Ironman-t. Akkor kezdtem el rajta filozni, hogy mi lenne, hogyha én is valami ilyesmibe kezdenék, ez elég motivációt nyújtana arra, hogy egy kicsit komolyabban tudjam venni a futást, és ne maradjon mindig félben, mint ahogy általában mindenkinek. Hogy elkezd futni, egy-két hétig, három hétig csinálja, és akkor beleúd, mert nagyon fárasztó. Nehéz, de megmonoton a maga módja. Meg monoton is, meg sokszor ugye egyedül megy az ember,
és valahogy ez mindig úgy háttérbe került. Na én akkor, amikor ezt úgy mond elhatároztam, akkor 2 hónapja kezdtem el kocogni. Hol futottam, hol nem. Gyakorlatilag 2 hónap alatt nem sokra jutottam, de akkor decemberben, közepén eldöntöttem, hogy én következő év júliusában megcsinálom az Ironman-t. És na akkor elkezdtem már szinte napi szinten futni, akkor kezdtem el komolyabban ráállni az edzésekre, ilyen 10-15 kilométereket. Az elején nehezen ment, de ha nap mint nap csinálja az ember, akkor iszonyatos gyorsan lehet fejlődni. A súlyom az rögtön elkezdett lefelé menni, a fizikai dolgokat éreztem magamban, hogy egyre... Tehát az állóképességed az durrant szinten pillanatokat. És decembertől március végéig jutottam el arra a szintre, hogy most már akkor ki kéne próbálni, hogy egy maratont le tudok-e futni. Na akkor egyedül én lefutottam Bolyból Drávacsehibe, én ott nőttem föl, ez pont 42 kilométer. És itt van egy köpés. Mondom, hazaszaladok. Na akkor feleségem jött utánam autóval, ami ugye 8-10 kilométerenként a frissítést abból tudtam megoldani, enni innivaló pár falat, aztán gyerünk tovább. Én mire leértem, olyan szinten elfáradtam, hogy azt mondtam, hogy ezt nem lehet kibírni. És akkor kezdtem elgondolkodni azon, hogy vajon úristen, egy Ironman-nél hogy fogom én bírni a 180 kilométeres biciklizést is, plusz meg az úszást előtte, plusz még a 42 kilométer futást. Tehát akkor átrendeződött a dolog bennem, hogy ezt vagy komolyan veszem, és megpróbálok éjjel-nappal mindig edzeni, mert különben nem fog sikerülni. Na akkor volt még, ugye azt hiszem, igen, 3 hónap július végéig, akkor amit lehet, mindent beladtam, és így sikerült végül is a július végi Ironman nagyatádon megcsinálnom. Óriási élmény volt. És hát azóta meg annyi siker volt már futásban. Ja. Most azonban ugrunk egy nagyot, és a repülésre fogunk beszélgetni. Hát annó te lent tévéztél Siklóson, és ezt a távot nap mint nap oda-vissza megtetted, és mindig rácsodálkoztál arra, hogy fölötted repkednek nagy halsájnál az ejtőernyősök. Ez lett a második nagy szerelem, ha lehet ezt mondani? Hát igen, igen, igen. Mert a tévé volt az első. Igen, a tévé volt az első, azt is hobbiként kezdtem. Imádtam a kamerát, és ugye elkezdtünk ebből, nőtte ki magát maga a tévés dolog. És 2003 őszén, mikor egy siklósi munkavégzés után jöttem haza, Nagyhassányi hegy előtt bandukolt egy fiatal srác, nagy batyúval a hátán megálltam, és mondtam neki, hogy segíthetek-e, szívesen elviszem, hova megy. És mondja, hogy csak a szoborparkig, mert ott van az autója, ő itt repült, leszállt, és most megy vissza az autóhoz. Na, amíg odaértünk, én kifaggattam, hogy lehetne ezt a dolgot csinálni, mert hát ugye én nagyon régen, fiatal koromban ejtőernyőztem. Még a régi MHS-nél, igen, ott kezdtem magát az ejtőernyőzést, és oda vonultam be, oda vittek be. És én ott már úgymond a repülés meg az ilyen dologgal én nagyon megfertőződtem, csak utána jött a nősülés, gyerekek, és hát ez a hobbi úgymond akkor meg is szakadt. Olyan 80 ugrásom volt, ejtőernyős ugrásom, amikor abban maradt. Na a lényeg az, hogy akkor megbeszéltük a srácsal, hogy ha Mohácson indul ilyen tanfolyam, akkor ő nekem majd fog üzenni, elmegyek, leteszem a tanfolyamot, és gyakorlatilag én is elkezdhetek így repülni. Mennyi idő telt el a találkozás óta? 2003 ősze, és tavasszal március-április környékén csörgött a telefonom, hogy majdnem megfeledkeztem rólad, már egy összejövetel volt, de csak ilyen megbeszélés, jövő héten, ekkor és ekkor tanfolyam indul, ha gondolod, még mindig komoly a szándék, akkor gyere és jöjjön. Na, én akkor elmentem, és attól kezdve, mint egy megszállott. Tehát egy olyan új élményt, dolgot adott ez nekem, amit teljes beadásra csak a repülés, minden szabadidőm szinte erre ment, és azóta is élvezem. Maga a trike-nak a tankja az olyan 2-3 órás repülésre, de mondjuk tank mérettől függ, 2-3 órát lehet a levegőbe lenni egyfolytában.
az utasok pedig hát amennyit szeretnének. Most azt mondja, hogy szeretne egy fél órát repülni, közben megnézni akár a várost Dunával, Mohács fölött, az egy fél órás út, tehát általában ez a jellemző, hogy egy fél órás útra, de az már egy akkora repülés élmény, hogy... Kik szoktak hozzád bejelentkezni? Kik leptek meg ez idáig, akik úgy jöttek, és nagyon, nem számítottál rá? Igen, hát nagyon széles a paletta. Volt olyan apuka, aki mindenképp szerette volna kipróbálni, volt vele egy 4-5 éves kisgyerek, szinte pici gyerek. Olyan hisztit levágott az apja mellett, hogy ő repülni akar, ő apa vigyéz, és egyszerűen, és azt mondta az apja, nem tud mit csinálni, ölébe vette, nem szabályos, de meg lehet oldani, és a reptér körül vittük egy kört. Akkor nyugodott meg, és valami eszméletlen élmény volt számára. Amúgy születésnaposok? Maga, be szoktak jelentkezni? Hát nem csak születésnaposok, sokszor van úgy a család vagy az ifjú pár, hogy valamivel szeretné meglepni, de valami olyannal, ami nem egy ing, vagy nem egy olyan megszokott dolog, amit tehát szokott, hanem... hatalmas, óriási élmény. Ez egy nagyon-nagyon maradandó élmény tud lenni. Fotók, és egy felvételek készülnek ilyenkor? Én vagy általában igen, szoktam, és maga a repülésről készítek, az utasról, meg maga a trájkról egy ilyen GoPro kis kamera az alkalmas arra, hogy szinte az egész trájk oldalról benne van. Utassal, mindennel együtt egy 20-30 fotót szoktam adni a repülés mellé, hogy megmaradjon vizuálisan is neki ez az élmény. Milyen magasságig juttok el ugye általában? A magasság az általános repülési magasságunk az olyan 3 és 500 méter közötti, amikor utassal repülök. Az a legjobb arra, hogy ott szépen körül tud nézni. Mindig a Duna fölé szoktunk repülni, és a nyomvonalába végigmegyünk. Milyen különlegességről tudsz nekünk beszámolni, mert nem csak ebben a térségben repültél természetesen, hanem azért eljutottál ide-oda. Hát igen, ilyen szempontból nagyon sok élményt nyújtott nekem a repülés. Sokat voltunk külföldön, Franciaországban, Németországban, hát itt a környező országokban sorolhatnék sok minden. Ausztria nagyon szép, Ausztria, hát ez mindegyik. Horvát tengerpart, föntről a tengerparttól repülni, eszméletlen szép. De ha repülésről van szó, akkor még itthon is nagyon jó. Én sátorhelyen felszállok egy ilyen kis háti motorra, és fölmegyek 2000 méter magasra, és ezek a nagy, szép fehér felhők között, fölött, alatt repülök, belemegyek. És mikor leszállok, azt mondom, úristen, hát ilyen dolgokat élek meg, akkor hol tud engem idegesíteni a földi apróság, meg egyéb ilyen dolog, és úgy érzem, hogy egy nagyon nagy élmény. Hát nem tudom, mit kívánjunk neked így a beszélgetés végén, hát jön ez az Ultra Balaton, hát fogjanak el azok a kilométerek minél előbb, hát, és bírjad szusszal, hát igen. A repülés szempontjából pedig hát puha talajérést kívánunk, azt hiszem, ezt lehet elmondani. Igen. És hogy ezt a sok élményt még sokszor megél, akár másokkal együtt. Vili, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget.